költözés pillanata előtt is tudtuk már, hogy nagyon sok munka vár ránk. Egyrészt azért, mert egy más típusú iskola működött itt, aminek nyilván mások voltak az igényei, és ehhez kellett igazítanunk a saját, vagy ehhez képest kellett változtatnunk a saját magunk igényei szerint. Másrészt pedig, mivel két épületben működünk, ehhez is kellett igazodnunk. Nagyon sok mindent nem tudtunk még megoldani, de nagyon sok minden folyamatban van. Amit a legfontosabbnak tartottunk, azok az osztálytermeknek a rendetétele volt. Itt a szülői közösség segítségével tudtuk ezt megoldani. Gyakorlatilag minden olyan osztály, amelyik ebben az épületben tanul, felújította az osztálytermét. Ki többé, ki kevésbé, de mindegyik ki van festve. A legtöbbjében a parkettet is kicserélték, vagy legalábbis felújították. Másoknál, ahol az iskola is besegített, például ajtókat cseréltünk, ahol nagyon rossz állapotúak voltak, illetőleg három olyan földszinti termet, ahol a szülőközösség számára túl nagy megterhelés lett volna, mi oldottunk meg, tehát mi tettük rendbe az iskola pénzéből, ez az osztálytermekre tekintve. Egyébként nagyobb beruházásokat az iskola finanszírozott, például a tető rendbetételét, nem a teljes tető szerkezetét, erre sajnos nincs pénzünk, pedig nagyon jó lenne idővel legalábbis ezt rendbe tenni, de ahol muszáj volt, kicseréltük a cserepeket, a deszkákat, tehát ez egy nagyobb munka volt, megoldottuk ezen kívül a városvezetőség segítségével az udvar kanalizálását, kicseréltük a kanális tetőket, mert ezek is nagyrészt már hiányosak voltak, vagy egyáltalán nem voltak, ezt biztonságosá tettük ilyenként. Folyamatban van az udvar körbekerítése, ennek a megoldása, és természetesen nagyon sok tervünk van, amit meg kell, vagy megpróbálunk meg végbevinni, erre az épületre nézve is. Amit nagyon jó volna megoldani minél hamarabb, az az udvarnak a rendbetétele, erre határozott ígéretet kaptunk, hogy az év folyamán, illetve a jövő év elején segítséget kapunk a polgármesteri hivataltól, és sikerül leaszfaltozni, illetőleg sportpályát létesíteni. Jelen pillanatban ez nincs. Aztán, amit még nagyon szeretnénk, erre most pályázati lehetőségeket keres az iskola, az a pincének a rendbetétele, hogy ott valamilyen diákklubot vagy klubhelyiségeket is akár létre tudjunk hozni. De nem csak ezért, gyakorlati oka is van, mert nedvesedik az épület, és a pince nedvesedését kell valahogy megállítanunk, de ezeket pályázati pénzből próbáljuk fedezni, legalábbis meg utána nézzünk, hogy milyen lehetőségek vannak. Nagyon fontos lenne számunkra megnyitni egy másik bejáratot, itt az udvar oldalában, mégpedig azért, hogy legyen egy olyan hely, ahonnan például akár egy tűzoltó autó is be tud jönni a belső udvarra, és szeretnénk megnyitni a Stefán Csermáre utcára nyíló eredeti bejáratot. Úgy gondoljuk, hogy ezt már kértük a buszmegálló elköltöztetését, és erre sajnos nem kaptunk jóváhagyást. Ezt mégis mindezek ellenére szeretnénk véghez vinni, és megpróbáljuk akkor valamilyen módon megoldani az őrzését, ugyanis úgy gondolom, hogy amennyiben már itt vagyunk, akkor mégiscsak a főbejáraton illene bejönnünk, és nem egy mellékbejárón, és ennek az épületnek a főbejárata a Stefán Csermáre utcára néz. Erre is egy kicsi időre van szükségünk, mert nem annyira egyszerű, hogy megnyissuk a bejáratot, ott az már egy létező bejárat, és csak be van falazva, de a belső részét, a folyosókat át kell ott festeni, át kell alakítani, tehát ott is vannak munkák ahhoz, hogy onnan lehessen a fő bejáratot megnyitni.